Túl vagyunk az első napon a Davis Kupa mérkőzésen. Még így 2-0-ra vezetünk. Számítottál erre az eredményre? Hát azért nyilvánvalóan én mindig optimista vagyok, meg egyben realista is. Azért ez minden, azt mondom, elképzelésemet felülmúlja egyelőre. Hát láttuk mindannyian azért, hogy mi történt, úgyhogy ez egy, ahogy leírtad te is, ez egy csoda történt itt most Nyíregyházán. Itt egy fantasztikus teljesítmények jöttek elő mind a két srácból, főleg Marci, úgyhogy az, amit ő most itt letett, ez minden képzeletet felülmúl. Igen, Marci, azt hiszem, hogy hát ha nem is világszenzáció, de magyar szinten mindenképpen egy csodát művelt. Azt hiszem majdnem 10 éve volt utoljára, hogy magyar férfi játékos, top 100-as játékos le tudott győzni. Szerinted mi kellett ahhoz, hogy ő ezt meg tudja tenni? Hát a Marciban azért ezt nagyon jól tudjuk, hogy azért most ezek az ifi sikerek sem voltak véletlenek. Tehát az a fajta ilyen X-faktor benne van, ami azt predesztinálja, hogy esetlegesen föl tud jutni a legjobbak közé. Nyilvánvalóan ezt már előbb is vártuk tőle, de hát azért nagyon jól tudjuk itt az előző fél év eseményeit, hogy milyen mélységekben, magasságokban mentünk keresztül, ugye. És hát úgy néz ki, hogy sikerült valamilyen szinten a jó irányba terelni. Most már múltkor ugye túl volt egy 5-szettes meccsen, amiben ugye még a negyedik szedben totálisan elfáradt, és csak úgy tudta összeszedni magát az ötödikre, de annak a végén is. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a Marci ezeken a tét meccseken, és amikor a legfontosabb helyzet van, akkor is nyugodt és hígra tud maradni, és a lehető legnagyobb extrákat is meg tudja csinálni. Gulbisztal igazából azt kaptuk, amire számítottunk. Hisztizett, balhézott, de egyébként nagyon jól is játszott. Szerinted ezek a kiborulásai segítettek Marcinak a győzelemben? Hát mindenképp ott valahogy azt éreztem, hogy az ottani kapitány és a Gulbisz között például egyáltalán nincs összhang, meg nagyjából a csapatban sincsen, tehát mi látjuk, azért ott egy szállodában vagyunk, nem reggeliznek együtt, 3-4 fele van a csapat, hát én ezt érzékelem, ami esetlegesen régebben talán nálunk is egy kicsit hiányosabb volt, azért tudni kell, hogy egyéni sportágban, hogy ezt a sok egyéniséget kell valamilyen módon, ezt a sok egót kell egy irányba terelni, hát ez mi nálunk úgy néz ki, hogy találkozó egyre jobban működik, náluk ez nem megy annyira. Tehát ez a Gulbis tekintve is egy kicsit ugye ott mutatja is, hogy kilóg a csapatból fölfele. Számomra nem túl szimpatikus, ettől függetlenül le a kalappal, mert egyetlen egy labda sem volt, amiért nem ment volna el, tehát a vérét kiadta itt ezen a meccsen. Pucsovics Marci győzelme után jött aztán Kellner Ádám, aki talán a kötelezőt hozta, ha mondhatjuk úgy? Mondhatjuk úgy, de ettől függetlenül ez amennyire azt mondom, hogy kívülről olyan könnyű feladatnak tűnt, ez annyira nehéz is volt, mert Ádinak is már voltak nehézségei ilyen első napi meccseken. Ugye tudjuk, hogy a lehető legnagyobb 4-5 órás meccseken, most például az utolsó két találkozón, amin ő játszott, akár a beloruszok ellen, Ignatik ellen, akár pedig Megi ellen, legutóbb az írek ellen, ott is elcsúszott a meccsnek a vége. Én azt hiszem, hogy ő neki is ilyenkor saját magával szemben is egy hatalmas elvárása van. Az első két szedben egy kicsit rányomta a bélyegét, bezárkózott, félig meddig apátiában volt, nem érezte jól magát, a pályán sikerült kihozni belőle, és hál' Istennek azt mondom, hogy challenger és future szint közötti különbségét tudta érvényesíteni a végére. Holnap jön a páros mérkőzés, ami hát nagyon fontos lehet, hiszen számukra akár a végső győzelemmel is végződhet. A lettek pedig följöhetnek és megőrizhetik a esélyüket. Te változtasz a csapaton, vagy az előzetesen elképzelt összeállítást küldöd majd fel? Mindenképp jár az eszem, akár változtatáson, akár mindenféle variáción, ami most szóba jöhet. Most már azért engem is nagyjából így ismert, meg ugye most itt az előző időszakban mindenki. Bátran elvállalom ezeket, hogyha úgy érzem, hogy szükséges, elvileg megint csak ma este le fogunk ülni a csapattal, és ki fogjuk értékelni, hogy ki milyen helyzetben van, milyen állapotban van. Egyáltalán nem tartom kizárni, hogy Marci játszon esetlegesen. Ati és Marci voltak a legjobbak ezen a héten, akik párosban a legjobb teljesítményt nyújtották. Van egy kis dilemmám nyilvánvalóan, hogy most a Marcit elhasználjuk-e holnap, tehát azt mondjam, hogy ráteszünk a 19-re napot húzunk, és akkor megcsináljuk, vagy pedig azt mondom, hogy nem játszik, mert hogy akkor biztosra megyek a vasárnapi utolsó mérkőzésre, esetlegesen 2-2-nél, ha úgy adódik valami, akkor el tudja hozni, de én azért jobban örülnék egy 3-0-nak.
a lettek összeállításáról tudsz valamit? Ők ugye Gulbiszt és Juskát jelölték, Gulbisz az, hát nem lehet tudni most bizonyítani, akar-e holnap, vagy esetleg elkenődött egy picit, Juska pedig talán sérülése miatt mondta vissza a mai meccset? Igen, elviekben arról volt szó, és ezt mi is most az első mérkőzés előtt 5 percet tudtuk meg, hogy lecserélték Pavlovszra Juskát. Valamiféle gerincből kiinduló, tehát ilyen vágószerű sérülésből kiinduló hátul a comb feszítő izmába volt egy ilyen görcs vagy fájdalom, ami ugye a idegbecsípődés kisugárzását jelenti. Nem tudom, hogy holnap fog-e játszani, szerintem a kapitány úgy gondolta, hogy ma még pihentet, és akkor holnap bedobja párosba. Gulbisz az első reakciójában azt mondta, hogy utálja ezt a pályát, ez totálisan rossz pálya, ő ezen nem akar többet játszani. Most nyilvánvaló mindenki alszik, aztán lehiggad, és holnap egy nyugodtabb fejjel fognak dönteni. Pavlovszot láttuk, hogy nagyon komoly páros játékra is képes, tehát nagyon ügyes megoldásai voltak itt az egyéni mérkőzésben is. Nem kell egész pályát befognia, tehát azért őrá is lehet számítani, tehát ez most még nekem itt van szerintem. Köszönöm szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy holnap akkor már 3-0 tudatában tudunk újra beszélgetni. Én is nagyon remélem. Köszönöm szépen.